Az autizmus világnapját az ENSZ kezdeményezésére 2007-től szervezik meg világszerte. Dunaszerdahelyen a séta résztvevői a Szent István térről az egyik bevásárlóközpont parkolójáig vonultak. A speciális alapiskola célja a rendezvénnyel az volt, hogy elfogadtassa az autista fiatalok létezését, valamint segítse a társadalomba való beilleszkedésüket. Mások viselkedésben, mások a fejlesztésben, de ugyanolyan értékes emberek, mint mi. És ugye a társaság sokszor úgy néz rájuk, hogy na ez rossz gyerek, ez neveletlen gyerek, közben csak picit más, és ugyanolyan esélyt kell adni nekik, hogy csatlakozzanak a társaságba, mint a egészséges gyerekeknek. Ők iskolába járnak, fejlesztjük őket, de utána nincs semmilyen központilag hely, nincs munkahely, pedig tudnának bizonyítani, és nagyon nagy szükségük van rá, hogy bizonyíthassanak, hogy tudnak, és ebbe szeretnénk egy kicsit a segítséget a külvilágból, hogy elfogadják őket is, és adjanak esélyt nekik. A sétán Mucska Regina is részt vett, akinek a gyermeke autista, és a Dunaszerdahelyi Speciális Alapiskolába jár. A szakképzett gyógypedagógusoknak köszönhetően nagy előrelépés sikerült elérni a gyermeke fejlesztésében. Szerinte azonban arra is szükség van, hogy az egészségesek elfogadják beteg embertársaikat. Nem sajnálni kell ezeket a gyerekeket, hanem elfogadni. Valójában nem megfordulni, hanem két karral várni őket. Ezek is szeretetéhes gyerekek, ezek is kell, hogy szeretetet kapjanak, és az egészséges gyerekektől főleg, úgyhogy tanítsuk az egészséges gyerekeket is arra, hogy elfogadják a beteg gyerekeket. Dunaszerdahelyen a speciális alapiskola teljes körű képzést biztosít az autista gyerekek számára. Írni, olvasni tanítják őket, valamint fejlesztik a beszédet és a motorikát. Az autizmussal élők agya a többiekétől eltérően dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat, ami megnehezíti a társas kapcsolataikat. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy miután az emberek megismerik őket, jobban elfogadják másságukat.